Szia! Ma ezt az AI által generált pitét fogjuk elkészíteni. Nagyon finom, nem túl bonyolult, úgyhogy hajrá! A Ganás Montéval fogunk kezdeni, mert hogy az a leghosszabb része ennek az egésznek, ugyanis pihentetni kell 4-6 órát, ugye a cukrot karamellizáljuk egy pici sóval, két részletben felöntjük ugye a tejszínnel, egy kancsóba összekeverjük a mézet fehér csokoládét, a zselatint hidratáljuk, amikor készen van a karamellünk, ugye azt most csináljuk. Ugye megy a második részlet, ha tejszín bele, és ugye egyszerűen itt csak annyit csinálunk, hogy felforraljuk, mert hogy szükségünk van a folyadék mennyiségére, tehát nem hőmérézünk, nem csinálunk semmit. Ha készen van, levesszük a tűzről, hozzáadjuk a zselatint. Elkeverjük, és még ugye így forrón szépen rámegyük a kancsóba kimért alapanyagokra, szépen elkeverjük, és ugye semmi más titka nincsen a ganás monténak, vagy a habosított ganásnak, az, hogy borzalmú módon ki kell, nem is tudom, nem habosítani, mert botmixerrel dolgozunk, levegőt kell belejuttatni, méghozzá jó sokat, úgyhogy mehet egész magas fokozaton majd bele a botmixer, és alaposan hagy szóljon, jó buborékos legyen, és utána pedig megy be hűtőbe 4-6 órára, ugye itt a maradék utolsó adag habtejszínt teszem bele, ugye az hideg, és utána jöhet a botmixer. És ugye hát látványos, hogy habosítja, mint a fene, tehát pont ez a lényege. Mehet be a hűtőbe, ugye jöhet a pite tészta, ugye, hogyha van ilyen aprítós gépünk, az a legjobb, mert azzal a leggyorsabb összedolgozni az egész tészta alapot. A víz mennyisége pedig opcionális, nem véletlenül a 8-10 evőkanál hideg víz, mert hogy mindenféle, tehát ahányféle liszt, annyiféle vizet, folyadék mennyiséget vesz föl. Ugye az aprító mennyivel miért jobb, mint a kézzel való gyúrás? Azért, mert itt a tészta nem melegszik föl annyira, hogy hűteni kelljen utána, tehát gyorsabb lehet a folyamat. Ugye a vizet hozzárakjuk, amikor morzsalékos lett az alapunk, és csak is kizárólag addig dolgozzuk, amikor már középre berántja a robotgép a tésztát, akkor készen is vagyunk. Ott ennyi, itt abba kell hagyni. Átgyűrjük egy picit lisztezett deszkán. Ez a mennyiség egyébként 2 darab pitéhez elég, amit nem díszítünk. Itt nem fogjuk felhasználni az egészet, ugye 2 darab sütőpapír között fogjuk nyújtani, mert nem hűtöttük, egyforma vastagságúra nyújtsuk mindenhol, ugye a tésztának nem használjuk a teljes mennyiségét, csak a felét, a másik fele mehet becsomagolva, címkézve, dátumozva a fagyasztóba 2-3 hónapig eláll. Hogyha készen vagyunk, akkor rámérjük a pitaformát, 22 centis Tesco-ban lehet kapni, hogy a tészta elég lesz, és hogyha elég lesz, akkor lehúzzuk a felső sütőpapírt, átlisztezzük a sodrót, és szépen föltekerjük rá a tésztát, majd átemeljük a pitaformára. A sütőt ilyenkor már előmelegítjük 220-okra alsó-felső állásban. Ugye a tésztát megemeljük, és a kezünkkel segítjük belecsúszni a pita formába. Éles késsel fogjuk levágni a tészta széleket, mert hogy nem szeretnénk, hogy minden tészta eltűnjön, ugyanis ezt most nem töltelékkel sütjük, hanem töltelék nélkül, tehát mindenképp kell, hogy ott maradjon akkora méretben, amekkorában mi szeretnénk, ugye mert a pita tészta szeret összemenni. És ugye ezt a maradék kis tésztát ráhúzzuk a pita forma szélére, ezzel biztosítjuk azt, hogy a pita tészta biztos, hogy nem fog besüppedni, és nem megy össze. Utána az ujjunk segítségével ugye a kis mélyedéseket benyomkodjuk, így lesz gyönyörű szép a pita formának a tésztának a széle. Megszurkáljuk, majd pedig mehet bele egy sütőpapír, és ugye a nehez ég, én most rizst használtam, és mehet be a sütőbe 10 percre. Majd mindjárt folytatom, mert lényege lesz. Közben a pralinét elkezdhetjük készíteni, ugye a török mogyoró száraz serpenyő megpirít. Ha ez megvan, akkor a cukrot karamellizáljuk. És ha készen van, akkor hozzáadjuk a pirított török mogyorót. Átöntjük sütőpapírra, és hagyjuk megszáradni, megdermedni, kihűlni. És akkor ugye megvan a
10 perc sütés, illetve az előbb azt elfelejtettem mondani, hogy 10 perc után alacsonyabb hőfokra veszük, 190 fokra, és 15-20 percet sütjük még. Hogyha ezzel is megvagyunk, ugye kivettük, de hát még nyers az alja, akkor vissza kell tenni még 5-10 percre. Még forrón le kell széleznünk, tehát ahová jobban kihúztuk a tésztát, az ott elég csúnyán ott ragadt, tehát az forró késsel, édes késsel le kell vágnunk. A formában hagyjuk kihűlni, nem piszkáljuk. Közben kihűlt a karamellás mogyoró, ugye olykor szükség van arra, hogy pótoljuk az olajos magnak az olajtartalmát, mert nem elég, és hiába tettük be az aprítóba, egyszerűen nem krémesedik. Próbáljunk mindig olyan olajat használni a pralinénkhez, mint amilyen olajos magot használtunk. Itt ugye nekem dióolajom volt, az nem jó, mert török mogyorót használtam, úgyhogy étolajat használtam hozzá. Kezdjük el aprítani, és hát szemmel láthatóan baromira nem történik semmi, akkor mindig pici olajat, tehát nem sokat, maximum egy teáskanálnyit adunk hozzá, főleg egy ekkora mennyiséghez, és elkezdjük tovább aprítani. Hogyha még mindig nem oké, akkor megint egy pici olaj mehet bele, és általában azért ilyenkor már jó szokott lenni, hogyha az olajos mag nem nincs csontá kiszáradva, előfordulhat, hogy többet kell adni hozzá az olajból. Ha túl olajozzuk, akkor szét fog válni, tehát nem, nagyon kell rá vigyázni, és nagyon kell rá figyelni. És mindjárt mutatom, hogy milyen szép folyékony állaga van. Mehetünk tovább a karamellizált fehér csokoládés krémhez. Ugye a csokoládét felaprítottuk és betoltuk a sütőbe. Közben ugye kihűlt a pitetésztánk, és megkenjük a mogyoró pralinéval. Mehet bele az egész, egyébként beleraktam én is az egészet. Folyamatosan dumáltam alatta, csak így 1 óra 50 perc lett volna a videó, úgyhogy sajnos meg kellett vágni, és fel kellett gyorsítani. Jó, ilyenkor érdemes berakni a fagyasztóba, hogy tudjunk haladni. Jó, megdermedjen, kemény legyen. Na és akkor menjünk tovább a karamellizált fehér csokoládéval. Hogyha ilyen állapotban van, akkor egy picit össze kell törnünk, meg kell kavarnunk, és mehet vissza a sütőbe, hogy teljesen megpiruljon, mert ugye itt égetjük a csokoládét. A következő lépés ugye a folyékony alap elkészítése, miatt, hogy krémet fogunk készíteni. Konkrétan majdnem, hogy egy krémanglézét készítünk. Ugye tejszín, tojássárgája és cukor lenne, de itt nem használunk cukrot, mert a fehér csokoládé kellően édes. 76 fokra folyamatos keverés közben behúzzuk az alapot, szemben láthatóan nem annyira folyik már, mint a tejszín. Ha ezzel megvagyunk, akkor haladhatunk tovább, ugye a karamellizált fehér csokit áttesszük kancsóba. Tejszínt mindig készítsünk oda, mert van, amelyik csokoládé határozottan nem akar felolvadni, és hogyha ez nem történik meg, akkor egy pici habtejszínt hozzáadva, akkor igenis elkezd olvadni majd. Szétcsapódhat, az enyém is szétcsapódott, szétvált a kakaó és csokoládé, és semmi gond. Addig-addig túlmixoljuk, amíg összeáll, ismételtem. És akkor kapunk egy ilyen nagyon szép, erősen karamellás, szép, barnás, színű kis krémszerű dolgot. Így néz ki, amikor jó a matek. Ha ezzel megvagyunk, akkor mehet hozzá, de most mutatom még egyszer, ilyen szép. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor mehet hozzá az alaphoz, szépen átkeverjük, és itt majd le kell hűtenünk, mert hogy ez iszonyatosan forró, és ugye még a pralinénk sem fagyott ki a fagyasztóban annyira, hogy ráönthetnénk, ha pedig így ráöntenénk folyékonyan, akkor a pralinét feltolná a pite oldalára, az meg ugye nekünk nem lenne jó. Úgyhogy mindenképpen itt várnunk el majd egy picit, de haladunk tovább, tehát itt nincsenek üres járatok. Ugye érdemes kóstolni, hogy mit sikerült készíteni. Egyébként fantasztikus, nagyon-nagyon finom. Mehetünk tovább az almára, ugye meg kell hámozni, hámozót használjuk, mert így lesz szép íves az alma. Közben feltesszük a vizet, a fűszereket, cukrot, és forraljuk. Az almát addig kimagozzuk, és elkezdjük méretre vágni. Ugye az íves fele megy majd a pite tészta közepe felé, úgyhogy így vágjuk méretre. Ha ezzel megvagyunk, felforrt a víz, akkor mehet bele az alma. Kemény húsú savanyú almát válaszunk, és nem cél, hogy szétfőzzük, éppen csak res roppanósra. Ha ezzel megvagyunk, akkor ugye kiszedjük az almákat, és hűlni hagyjuk.
És mehetünk tovább, ugye most jön a soft karamell, ennek az az érdekessége, hogy itt ugye nem a megszokott 117 fokot, hanem csak 115 fokra fogjuk besűríteni, mert hogy egy sokkal folyékonyabb állagot szeretnénk. Hogyha készen van a karamell, akkor a habtejszín első fele mehet bele, ugye felforraljuk vele, és utána lehet majd hozzáadni a második rész habtejszínt is. Ugye ilyenkor is inkább rázogatjuk, főleg, hogyha kicsit letapadt a karamell, akkor ne nagyon kavargassuk, mert akkor rátapad a kanára. Jó, inkább rázogatva. Hogyha benne van a második adag habtejszín is, és szépen felfort, feloldatott minden karamell darab, akkor jöhet a hőfokbeállítás. Ugye, ahogy mondtam, 115 fokra fogjuk most csak behúzni. Ha ezzel megvagyunk, átöntjük szépen egy kis üvegtálkába, hogy hagyhűljön ez is, mert hogy nem tudunk vele tovább dolgozni. Forrón, nem tudunk vele tovább dolgozni. A következő lépés az almák felhelyezése a pitére, szorosan a széléhez, szépen sorba rakva felrakjuk az összes almacikkeit. Ennyi idő alatt a karamell is hűlt már annyit, hogy nyugodtan dolgozhatunk vele tovább. És szépen nem csak úgy ráöntjük, hanem egyesével körbecsorgatjuk, mert ez fontos, hogy minden almát szépen egyenletesen bevonjon a karamell, és semmi gond, hogy középre befolyik, mert hogy a maradék karamellt meg középre be fogjuk önteni. Tehát lesz egy jó kis karamell rétegünk is. Most ilyenkor, hogyha ezzel kész vagyunk, mindenképp menjen hűtőbe, hogy tudjon dermedni a karamell, mert különben, hogyha puha marad, akkor nem fogjuk tudni díszíteni, úgyhogy mehet egy fokra a hűtőbe. Csokoládé díszt is megmutatom, ez egy nagyon egyszerű csokoládé dekor, ugye táblás fehér csokoládé, egy kisebb fajta filézőkés, beszorítjuk a kis hasunkhoz a csokoládét, és a kés pengéjével magunk felé, pengéjét magunk felé meghúzzuk, és akkor vagy szivarkákat kapunk, attól függően, hogy mennyire erősen nyomtuk rá, vagy pedig ilyen, ez nagyon szép, ilyen lapocskát, de gyűrött lapocskát kapunk, ez étcsokival, tejcsokival és minden csokival működik, és nagyon szép kis kecses dekorációkat kapunk, ellenben megfogni rohadt nehéz, mert nagyon törékeny, úgyhogy vagy csipesszel, vagy nagyon óvatosan bánjunk majd vele. Ugye minden a hűtőben van, a legutolsó lépésünk jön, a ganás monténak a kihabosítása. Ugye itt már bekötött, ez az az állag, ami nekünk kell, és jöhet a robotgép, ugye itt kézi, ilyen, mit tudom én, mit használtam. Először nagyon nehezen akar megindulni, utána pedig így szétfolyik, nincs semmi gond, ilyenkor magas fokozaton habosítsuk tovább, és szépen be fog hát kötni effektíve, de habosodni fog, és be fog állni arra az állagra, amiért a habos ganást, a ganásmontét nagyon szeretjük. Úgyhogy kitartóan, nem megijedve, hogy az elején szétfolyik, szépen habosítsuk ki. Így. Utána a habzsák, 1G Wilton dekorcsövet használtam, cukrász kellékeseknél kapható, szépen szedjük át a habzsákba, és próbanyomás mindig kötelező, hogy szép a krém, mert ha nem, akkor át lehet gyúrni, és akkor biztos, hogy szép sejmes lesz. Ez itt tökéletes volt. Nem maradt más hátra, mint a díszítés. Ugye ilyenkor már azért kivesszük szépen a pita formából, ahol még kicsi tésztadarab maradt, azokat lecsipegetjük, de nagyon óvatosan. És akkor jöhet a dekor. Szép nagy halmokat, nem volt még mindig elég hideg a karamell, és picit így eldőlni próbált, hál' Istennek nem dőlt el ugye a hab, és díszítsük fel szépen a pirított mogyoróval, a fehér csoki forgácsokkal, illetve én szerettem volna még ezt színt is, ugat a kutyám, tehát étcsokiból is még egy pár ilyen kis reszeléket raktam rá, kis ehető aranyfólia, és készen van. Hűtőbe be kell tenni, hogy ki tudjon hűlni a ganásmonté, és iszonyatosan finom.